Sziasztok mindenki! A harmadik résztel járunk a hetedik évadban, és a Targaryen csapat, akik úgy érkeztek meg, mint a legópébb brigád valaha, most már nem állnak annyira jól. Természetesen az érzékeltő, hogy Dany nem akar a Hamu királynője lenni, már régen felégetette volna egész királyvárat a három sárkányával, ez csupán az ő jó indulatán múlt, illetve azon, hogy nem akarta ártatlanok ezreit megölni a sárkányok tüzével. Viszont ezzel ismerjük be elég nagy hátrányba került, viszont ez azért többennél valami elég érdekes dolog történik. A második alkalommal nem csak Euron Greyjoy és a flottája tudta hajszá pontosan hol kell lennie, de ugyanakkor egyaránt a legtökéletesebb pillanatban lépett közbe, amikor a makulátlanok elhajóztak Casterhegyhez sárkánykőből. Euron flottájának szinte ugyanezt a távot kellett megtenni az időtáj királyvárból, és annak ellenére, hogy elvileg mögöttük voltak, egyetlen alkalommal sem fedezték fel a lássuk be nem apró flottát. Cersei gondolkodása messze a fölött áll, mint amit mi halandók látunk vagy elképzelünk, pontosan tudja a stratégiai lépéseit Dannynek, ezen túl sok információja van a síkvidékről és északról is. Bizonyos mértékig a királyságok többi része úgy tűnik feledésbe merült, és csak annyi információnak kellene érkezni, mint ami meg is történik ténylegesen, viszont Qyburn kismadarai eddig elképesztő munkát végeznek, vagy valami más van a háttérben. A kismadarakhoz visszatérve, Varys kiesett a komfortzónájából, ugyanúgy, ahogy Kisúj, habár ők is képesek lennének ilyesmire, Varys elkötelezte magát a Targaryen ház felé és a birodalom javát kívánja szolgálni. Bebizonyította már, hogy több mint hasznos, és nem olyan régen, még a tudása a lépésekről és az indítatásokról a játékosok többi tagjáról nagyjából 100%-os volt. Most tulajdonképpen csak próbálkozik, majdnem fogalma sincs a dolgokról, ez megmutatkozik abban, hogy fogalma sem volt róla kicsoda Havas John, vagy hogy Stannis Baratheon saját gyermekét égett el élve, amit azért valóban elég nehéz elhinni. Melisandre-nak mondott szavai eléggé pitiánerek, kötekedők voltak, ugyanakkor kimutatta a saját természetőből adódó utálatát a varázslatok használói felé. Igazából nem érteni miért, Varys utálja a varázslatot, ez így van, habár amikor én legutoljára néztem, a sárkányok is elég varázslatosnak tűntek. Figyelembe véve azt, hogy mekkora játékos volt egyszer, szomorú látni azt, hogy elvesztette az egzisztenciáját, vagy lehet, hogy mégsem. Ha a közemberek kezébe egyszer hatalmat ad, olyanokká válnak, mint az orosztán, amikor emberhús kóstol, semmi nem lesz többé annál édesebb, szóval what? Varys egyértelműen titokban tart bizonyos információkat John és Dany találkozójakor. Varys nem beszél arról, hogy Ned Stark nem volt túlságosan elragadtatva, amikor Robert Baratheon orgyilkosokat akart küldeni Dany után. Segítőként ezzel szerintem elég sok mindent megváltoztatott volna, elég nehéz elhinni, hogy mostanra tulajdonképpen használhatatlanná vált, hiszen lássuk be, 6 évadon keresztül az egyik legkomolyabb játékosként ismerettük meg. Látszólag fogalma sem volt, hogy Euron meg fogja támadni Yara és Ellaria flottáját, vagy hogy Euron szövetségre kíván lépni Cerseivel királyvárban, és semmit nem tud felmutatni információként Jaime Lannister és serege terveiről. Akik konkrétan átkeltek fél Westeroson, bárki tudta nélkül. Ha még mindig királyvárban szolgálna és egy ilyen információt nem tudatott volna a királynővel, Cersei biztosan kérdőre vonta volna a hatékonyságát, vagy annak a nyilvánvaló hiányát. Ellaria jelenleg fogoly a Vörös Toronyban, Cerseinek ezzel elérhetőséget biztosítva a rengeteg terv és egyebek felé, amik Sárkánykőnél megtörténtek a tárgyalás során. Egyelőre egyáltalán nem érdeklődött ezen információk irányába, egy nagyon egyszerű módszer, hogy megértsük miért nem akar információt kiszedni belőle, egyértelműen, mert már alapból tudja. Van két opció, Varys elvesztette a presztízsét a munkáját tekintve, vagy úgy döntött, hogy nem végzi a munkáját. Az előző évadban láttuk, amint a vörös papnő valószínűleg felkavarta a lelki világát, Kimvara elég sok dolgot mondott neki a megcsonkításról és annak elégetéséről, illetve a hangok suttogásáról, ugyanakkor azt is mondta neki, ha te a királynő igaz barátja vagy, nincs miért félned tőlem. Dany kiemelte, hogy Varys válogatja az uralkodókat, akiknek hűséget fogad, ha úgy gondolja, az egyik nem érdemes rá. Van rá esély, hogy Varys még mindig nem igazán döntött el, hogy valóban a Targaryen csapathoz tartozik-e vagy sem, lehetséges, hogy a háttérben tölti az időt, amíg megfigyeli, hogy Dany valójában nem fogja elkövetni az apja őrült munkásságát, vagy csak egy érdemesebb jelöltre vár. Valószínűleg sokkal többet tud Havas Johnról, amit készül közölni, viszont ehhez lehet kapcsolódik az elégetlek élve, ha elárulsz mondat is. Nem ez az első alkalom, hogy Dany megkérdőjelezte a szövetségese hűségét tartva az árulástól. Egy hasonló beszélgetés Missandei-jal ki lett vágva a sorozatból, természetesen ez sejtetetne velünk egy árulást a leghűségesebb tanácsadótól. Az indok, amiért Missandei ezzel a titulussal lett bemutatva, talán megkongathat néhány figyelmeztető harangot. A rövid, de roppant furcsa beszélgetésben Davosszal elmeséli neki, hogy Nalfról származik, a gyönyörű pillangó szigetről Sotorius mentén.
Pillangók, amik tulajdonképpen halálosak a nem helybeliekre, ez különösképpen érdekesek találom, hogy felvázolja a hely gyönyörűségét, de ne felejtjük el a gyönyör mögötti halálos titkot. Mi van, ha Missandei a gyönyörű pillangó? A halálos kedvesség, amire senki nem gondolna. Az ő szerény, egyszerű, előzékeny személyisége lehet a tökéletes magyarázat, ha esetleg valami szörnyű dolog történne szőke féreggel a sorozatban, engem arra következtetne, hogy Missandei motivációt érez Daniel árulására. A könyvekben Missandei testvére a sárkányok anyjáért harcolva halt meg egyébként. Egy nagyon hosszan elnyúló teória szerint Missandei egy névtelen bérgyilkos, aki Danny mellett van szinte a kezdetektől fogva és senkinek hívja magát, ami egy nyoma vagy utalása lehetne annak, hogy az identitását eltiporták, amikor rabszolga volt. Ugyanakkor van néhány nagyon dura képessége, ami visszavezethető a teóriához, igazából nagyon sok kérdés irányul afelé, hogy igazából egyáltalán mennyi idős valójában. A fő probléma ezzel, ha Missandei valóban egy áruló, és van egy amolyan anti-sárkány indítatása, akkor az előző három epizód eseményei csak arra szolgáltak, hogy Dannyt a segítő ráveszélje a sárkányok használatára. És amit mindenki tud, sok ember fog meghalni a sárkányok tüzétől, ugyanez az érv állítható Varys és a birodalom közötti kapcsolathoz is. A sárkányok használata valóban nem kellemes dolog a birodalom népességére való tekintettel, akiket Varys szolgál. Viszont azt se felejtsük el, hogy amikortól fogva a sárkányokat használják, veszélyben is lesznek. A könyvekben Missandei természetesen sokkal fiatalabb, egy csoda gyermek, aki 19 nyelven beszél, intelligens és megvan az a különleges képessége, hogy felülkerekedjen harcra specializálódott harcosokon, mint például Barristan Selmy, anélkül, hogy felfedné magát. Barristan Selmy szerint Missandei 11 évesen már legalább annyira okos, mint a parancsnokok nagy része és mindegyiknél bölcsebb. Voltak érdekes interakciói szürke féreggel, ha ő az áruló, ez valami elbaszott durván átgondolt árulás téma lehet, és eközben egy személy, aki készen áll bármire, hogy a titkai továbbra is felfedezetlenek maradjanak, ha arra gondolunk, hogy az elejétől fogva eltervezte a dolgokat, akkor ez eddig nem semmi. A második opció természetesen, hogy valóban szerelmes szürke féregbe, ami mossa kezeit és ezután árulónak titulál egy komplikált történet, vagy csak még nem történt meg, és ingadozó hűségről beszélni nála Danny felé talán nehézkes lehet. Varys és Missandei a fő gyanúsítottak természetesen, de Yara vagy Theon, Ellaria vagy Olenna kiestek a gyanúsítottak közül most már, és jelenleg Tyrion nem valószínű, hogy Cersei-t segíteni a gyümölcsöző előilletükre való tekintettel. Talán Yara legénysége titokban hűséges Euronhoz, de mivel a nagy részük meghalt, ezért ez sem túl reális. Lehet, hogy a rossz oldalról nézzük egyébként, ahelyett, hogy Varyst és Missandeit néznénk, hogy vajon melyikük lehet, mi van akkor, hogyha kettő áruló van, akik végig összedolgoztak. Lehetséges, hogy senki nem árulja el Dannyt, talán csak Tyrion és Dany tervei túlságosan kiszámíthatóak, és a jó helyen jó időben valóban egy kétségbe vonható, de érdekes esemény. Egész egyszerűen meg lehet, hogy Euron Greyjoy tényleg ennyire menő. Talán Euronnak megvan a maga képessége, hogy előre lássa mások lépéseit, lehet van egy láthatatlan teleportálást alkalmazó flottája, szerintem egészen elképzelhető. Lehetséges, hogy csak elképesztően rossz a forgatókönyv, de lássuk be Cersei győzelmeit túl kényelmesen jönnek, valóban megkérdőjelezhetőek. Varys egy pillanat alatt magába zuhant, amikor Melisandre elmondta neki, hogy meg fog halni Westerosban, talán azt is tudja miért. Talán már ezt is hallotta a lángokban, természetesen idővel fény derül mindenre. Írjátok le kommentbe, ti mit gondoltok erre, nagyon kíváncsi vagyok rá, és kikomplikáljuk együtt. Természetesen ugye ott van a tény, hogy lehet, hogy egyik sem igaz, lehet, hogy tényleg áruló van, igazából idővel kiderül. Úgyhogy remélem ez tetszett nektek, találkozunk legközelebb, sziasztok!